titkok és csodák, rejtélyes ablakok, én Riki Rock, kíváncsi vagyok. Én vagyok a tér és az idő, én vagyok a mindenség. Hatalmamban áll téged, Riki Rock, térben és időben bárhová elhelyezni. Kíváncsi voltál az emberiségre, kíváncsi voltál a tudományokra. Én most ezt megmutatom neked. Induljon hát a kaland. Jó napot! Szia, Riki! Hello, Riki! Szia! Üdvözöllek, Riki Rock! Jó napot! Magamat is felülmúltam, mikor sok darabban földre hújtam. Tihebibe, de a szirmok nagyok, Riki Rock a virág vagyok. Halló! De mit csinálsz ott fel? Arról volt szó, hogy mind leszállunk. Ti csak lapuljatok ott. Én itt magasabban vagyok, és mindent jobban látok. Már itt is van. Ez az ez mi ez? Nem ilyenre emlékeztem. Jaj, mit akar? Cipákolja az arcomat. Ez nem az ember. De birizgál, piszkálja a testemet. Ne félj tőle, nem bánt. Elment. Akkor ott van, látom, ott jön. Ő az ember. Ez a szörgombóc? Nem, még ő sem az ember. Ó, igen, tényleg, hisz már láttam embert, aki utazott a fénnyel. Ő egy másik. Majd talán vele is találkozunk. Ő itt Isaac Newton, a mechanikai alaptörvények megalkotója. Felfedezéseinek köszönhető a tudományos forradalom eljövetele. Nos, Riki, itt az alkalom, hogy találkozz az emberrel. Hogy mi az én? Pottyanj le, pottyanj rá, kobak jára, kop. Így jelez a Riki Rock. Ejj, a fejem! Ejj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 
szemeim tiszta és ragyog. Rájöttem, bár a titkok nagyok, két test között kölcsönhatás. Vonzzák egymást, ez nem is vitás. Tér és idő repítsetek, Ricky Rocknak segítsetek. Én lettem az alma csutka, el is jöttem fürgén futva. Itt teremtem azon nyomban, új tudás vár görög honban. Mitől nem merül el a kacsa? Mitől marad fent a vízen? Azt nem tudom, de... Egyfajtában pacsának, jó dolga van a kacsának. Egy erőébredben a lében, ha anyag van a sűrűjében. Ez kicsoda? Ő Archimedes.
egy régi kor nagy tudósa. Fizikus, csillagász, matematikus, az ókor kiemelkedő gondolkodója. Felfedezései nagy mértékben meghatározták az emberi tudomány alapjait és jövőjét. Minden vízbe mártott test a vizecskétől nedves lesz. Lucsi pacsa, kicsi kacsa. Hoppá! Minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víz súlya. Euréka! Rájöttem és kitaláltam! Mindenség most messze vigyél. A tudást lássam szépen sorban, de új helyszínen le kell tegyél, új helyszínen és új korban. Hogy repüljön az ember, nem lehet csak álom. Hogy csinálja ezt a madár? A módját megtalálom. Én is tudok repülni! Meghódítom fenn az eget, szárazföldet, tengereket. Tapasztalva és tudással, gondolkodva, kitartással. Leonardo da Vinci, egy tudós matematikus, anatómus feltaláló, szobrász és festőművész. Kutatásai, felfedezései és felismerései jelentősen gazdagították az emberiség tudományos ismereteit. Számtalan gépet tervezett, égi, földi és vízi járműveket. A tudomány minden területe érdekelte, és számításai, tervrajzai közül bár sok minden nem valósult meg az életében, de szemléletével évszázadokra irányt mutatott a jövő tudós nemzedékének. Szárnyas tervvel befülöttem, nagy csobbanás lett fölöttem. De megvalósul egy új álom, a búvárhajót feltalálom. Én is tudok úszkálni! Kisasszony, kérem, mosolyogjon! Kisasszony, kérem, mosolyogjon! Nagy dolog, ilyet én is tudok mosolyogni. A mosolynak nincsen ára, mosolyt mindenki arcára. Ingyen adod, ingyen kapod, legyen szép és boldog napod.
Galileo Galilei, fizikus, csillagász, matematikus. Az a fajta kísérletező tudós volt, aki bevezette a mérések módszerét. Elsőként használt távcsövet és számtalan égitestet fedezett fel. Rájött a szabadesés tömegektől független voltára, megfigyelte a holdak mozgását, és ezzel bizonyította is a napközpontú rendszert. Ballagok a toronyba, de ez a sok lépcső koromba, pláne az én koromba, gölcsálj bele a lábomba. Kíváncsiság hajt felfelé, számít-e egy test tömege, más-más golyó, hogy esik le, sebességük egyezik-e. Én most kicsit pihenek. Menj, menj csak kavics előre. Kavics? Azt mondta rám, hogy kavics. Hallottad? Potyogjatok, golyócskáim. Ledobott, és azt mondta rám, hogy kavics. Még hogy kavics. Kavics, ez szörnyű. Csak nem lekavicsozott. Bocsi. Látod, Driki? A tudás néha áldozatokkal jár. Hát mit gondol ő, hogy majd rongálom a testemet? Gondoltam, hogy ez a vége, nem gyorsabb a sebessége. Bár fának és kőnek más a súlya, a föld ereje együtt húzza. Kémlelem az éji eget, látok holdat, krátereket. Sok új holdat felfedezek, bolygó körül keringenek. Körbe-körbe mennek szépen, de mi van vajon pont középen? Én tudom, elmondjam neked. A holdak pörögnek a bolygók körül, a bolygók meg a csillagok körül, a Riki meg mindenhol. A napocska. A nap? Lehetséges, hogy a nap? A napocska van középen. Te egy zseni vagy, kavics. Hallottad? Megint lekavicsozott. Ó, hát én ezt láttam már, ez a Jupiter. Láttam a fotonpajtást, láttam a barátomat. Bum, bum, bum! Ez ellentétben állt az addig uralkodó szemléletekkel, és ezért Galilei veszélybe került. Hurrá, hurrá! Tudtam, mozog a föld, és mégis mozog a föld. Veszélyes időkben élt. Tér és idő repítsetek, Riki Rocknak segítsetek. Mozgatom a mágnesemet, a tekercben egy erő ered, mi aludt eddig, most már ébred, elektronnal áron éled. Olé, hát én most oda pottyanok. Alszik. Felébredt. Sok van. Zizegnek és szaladgálnak, vezetékben körbejárnak. Felébresztett elektronok áramlanak, és a motor forog. Ám történetünk úgy a kerek, hogy kölcsönösek az erőterek. Michael Faraday, fizikus, kémikus, az elektrotechnika nagy tudósa, aki jelentősen hozzájárult ehhez a tudományhoz. Kísérletei tették lehetővé az elektromosság műszaki felhasználását. Motor, dinamó, akkumulátor, ezek mind az ő kísérletező felfedezéseinek eredményei. Értem én, hogy villanymotor, de mi hajtja? Ezek mind lehetővé tették a modern gépek megalkotását. Elektromos mező, mágneses mező. Mező, virágos, pitypang mező. Elektromos mező, mágneses mező. Annyit volna tudni nyerő, egyiket a másik tolja,
De ki az, aki ezt kiszámolja? Az elektron, az mágneses? És így elektromágneses? Kiszámolom, hogy tisztán lássuk, mi sűrű az áramlásuk. Számítás és egyenletek, bizonyító új képletek. Kiszámolom, nem csak vélek, megszel féle új törvények. Hát ő meg kicsoda? Ő itt James Clerk Maxwell, matematikus, elméleti fizikus. Munkásságával segítette Faraday felismeréseit, és tudományos egyenletek közé rendezte ezeket. A Föld és sok más égitest is mágneses erőteret képes létrehozni maga körül. Ugyanazon elvek szerint, miként a dinamó is működik. Többek közt ez a felismerés segítette az emberiséget abban, hogy a tudományát a világűrre is kiterjessze. Egy mágnes a tekercsben, ez lehet a minta, pörög a meteormotor, hinta palinta. Go! Go, Ricky, go, go! Érdekesek voltak ezek az elektronok, iciri-piciri, aprók, és mégis olyanok, mint a világűr golyók. Keringenek a másik golyók körül. Elemi részecskék. Ebből áll a világ. Dmitrij Mendelejev, kémikus, az elemek periódusos rendszerének megalkotója. Elem? Mi az az elem? Az elem az anyagok alapösszetevői, minden, amelyből a világ áll, gáz folyékony szilárd állapotban. Minden az elemekből épül fel. Melyik elem hova való? A táblázatban hova tegyem? Az atomtömeg a mérvadó, de a csoportjuk is egybe legyen. Egyre nagyobb atomsúllyal, sorszám szerint egyre nőnek, hasonló mód viselkedve csoportokba rendeződnek. Eltolom és ide rakom, elfér majd a másik lapon. Csúsztatom és átemelem, helyen legyen minden elem. Mendelejev arra törekedett, hogy egy használható osztályozással csoportosítsa az összes elemet, hiszen szükséges volt tudni azt, önmagukban és egymással miként viselkednek. Ez a rendszer adta meg a modern vegyészet és kémiai kutatások alapjait. Találkoztam hidrogénnel, oxigénnel és a szénnel, lantánnal és káliummal, ferrummal meg nátriummal. Szulfur-kobalt, szilícium, mangán, nikkel és kadmium. Mindegyik helyére téve, Mendelejev rendszerébe.
Marie és Pierre Curie. A radioaktivitás kiemelkedő kutatói. Két új kémiai elemet is felfedeztek, amelyek sokkal aktívabbak voltak az eredetileg vizsgált uránnál. Akkor Tietmart ismerték a röntgensugárzás hasznos lehetőségeit, például a gyógyászatban. Ez az elem a bomlás rabja, nem stabil az atommagja. Sugároz, ez nem is vitás, radió az aktivitás. Kicsi atom erős fia, nagyon nagy az energia. Fény világít, bárki lássa, de milyen erős a sugárzása. Kristályfejem látszik, Ricky átlátszóban játszik. Átvilágította a testemet, átlátszó a Ricky, jaj! Az is látszik így, ha pisilnem kell. Nos, a Curie-házas pár nagy lehetőséget látott ebben, hogy a picike atom milyen nagy energiát képes felszabadítani. Ám sajnos nem sejtették azt, hogy a sugárzás, ez az energia nagy mértékben veszélyes is lehet. Veszélyes, nagyon veszélyes. Hogy az emberiség felismerje ezt, erre még pár évet várni kellett. Ricky, itt az idő, hogy elmeséljek neked valamit. Emlékszel a virágokra? Az égből egy spóra hull, és csillapíthatatlan étvágyú gomba nő belőle. Ez a gomba eltakarja a fényt a virágok elől, és azok elsorvadnak. De hiszen már láthattad, egy pici részecske milyen nagy energiát tud csinálni. Nos, ez az energia rossz kezekbe kerülve hatalmas pusztításra képes. És akkor ott vannak a balesetek, a katasztrófák. A tudomány fejlődése számtalan válságon ment át. A tudomány és a tudás felelősség is kell, hogy legyen egyben. E szerint kell építeni. De sötét van itt, csináljon már valaki fényt! Átöltözöm alkalomhoz illően. Sötét utcák, sötét város, fényt adok az éjszakára, Edison a lámpagyáros, megoldás a problémára. Kolléga úr, az az ábra, kevés lesz ez hosszú távra. Úgy igazi a fényhozó, ha az áram váltakozó. Uraim, csak semmi veszekedés! Egyen áram, váltó áram. Ez volt az áramok háborúja. Miért volt ez jó? Miért kellett ez? Ez nem fegyverekkel vívott háború volt, Ricky. Ez rivalizálás. Egy verseny volt két tudózseni között. Az ilyen versenyek fergetegesen meglódítják a fejlődést, és számtalan nagyszerű találmány születik. Edison és Tesla egész életükben így háborúztak. Számtalan felfedezés és találmány kísérte a munkásságukat. A váltakozó áram az elektromos energia továbbítás csúcs technológiája. Úgy is mondhatjuk, Edison felkapcsolta az első lámpát, de Tesla a váltó árammal pedig az egész világ csillárját. Na most aztán felpesdültem,
Albert Einstein elméleti fizikus. Az általa kidolgozott tételek az addigiaknál jóval magasabb szintre emeltek több tudományágat. Kvantummechanikát, kozmológiát, statisztikus mechanikát. És új tudományos ágakat is teremtettek, például a gravitációs hullámcsillagászatot. Einstein géniuszi nagysága több alapon támaszkodott. Egyrészről, és legfőképpen, oldhatatlan kíváncsiság hajtotta a fény természetének megismerése iránt. Másik oldalról pedig tudós elődei felfedezéseire építkezett. Én is tudok zenebonát! Képes volt kilépni valóságos környezetéből, hogy úgynevezett gondolatkísérletekkel eredjen a felismerések nyomába. Száguldozok foton hátán. A kalandnak nem lesz vége. Hulláme vagy részecske? Állandó a sebessége. Ez az az ember, aki a fénnyel utazott. Felismerem. Einstein elvégzett egy gondolatkísérletet. Kívülről nézzük a száguldó vonatot. A két villám azonos pillanatban sújt le, és így is észleljük. Ám mi van akkor, ha vonatban utazva látjuk ugyanezt? Eltérő időben észlelhetjük a villámokat. Hiszen az egyikhez közelítünk, a másiktól pedig távolodunk. Őket meg már láttam. Elektromos hintapalinta. Több elmélete gyakorlati szinten is megállta a helyét. Így történt meg az, miszerint megalkotta az alapelvét annak, miként nyerhető ki hatalmas energia a piciny atomokból. Ő meg kicsoda? Ő itt Antoine Lavoisier, egy nagyon fontos tudós. Az anyagok megmaradásának felismerése hozzá kapcsolódik. Igen, ezt értem. Az anyag nem vész el, csak átalakul, lesz belőle például energia. Ricky Rock, te kis géniusz! Anyag és az energia kapcsolatban állnak. A fénysebesség négyzetével mérhetővé válnak. Energiából a tömeg, anyagból pedig az erő. Fény segít a négyzetével, így teljes és nyerő. A tudományok fejlődése, mint egy fordított piramis. Oly módon épül fel. Mindig az előző megismerések és felfedezések adják ennek az alapját. Láthattad, Ricky. Einstein is például tudós elődeire támaszkodott, és hozzátéve új gondolatait, új felfedezések születhettek. Majd érkezett egy újabb tudós, és Einsteinre, Maxwellre, Newtonra és körülre építve tovább vitte a tudás egyre szélesedő határait. Stephen Hawking mindemellett, hogy megerősítette az előző tanokat, egy egységes elméletbe kívánta rendezni az addigi tudást, Newton és Einstein fizikáját, a mindenség elméletébe. Ez jelentette a jövőt. Bár nekünk emberi lényeknek fizikai korlátaink vannak, szellemünk szabadon bejárhatja az egész világ mindenséget. Láthattad hát az embert, Ricky. Láthattad a tudomány fejlődését. Láthattad azt, felelősséggel jár minden. Jó kezekben építi a világot a tudomány, ám rossz kezekben pusztítja az embert, a természetet és a mindenséget egyaránt. Nos, mi legyen most, Ricky? Visszamenjünk a csillagok és a bolygók közé. Járjuk a végtelent és a galaxisokat? Te a barátom vagy, és sokat segítettél. Igen, vár a végtelen, és fel kell fedeznünk minden titkát. De? Már értem, mit szeretnél. Jól meggondoltad ezt, Ricky. Hiszen a te világod a száguldás a csillagok között. Meteor kisfiúként.
Igen. Ezt szeretném. Szeretném, ha segítenél nekem. Szeretnék majd én is tudós lenni. Építeni és jó célt szolgálni. Legyen hát. Legyen hát Ricky Rock a jövő tudósa, aki építi a világot, segít az embereknek. A tudomány szolgálja. Legyen hát így. Sok mindent kell még megtanulnod, de az út előtted nyitva áll. Tanulnom kell, hogy építhessek, mert ha mindent jól teszek, én Ricky Rock egyszer nagy tudós leszek.